Bognár Sándor, Sopron németi polgármestere a települést érintő fejlesztésekről beszélt. Polgármester úr, itt Sopron németibe az idős korúakat köszöntik, a szép korúakat egy nagyon szép ünnepséggel, illetve egy kis uzsonnával, vacsorával, meg nótaszóval. Azért néhány gondolom a településről. Mi történt Sopron németibe az elmúlt időszakban, miről tud beszámolni? Az elmúlt 4 évben közel 100 millió összeget nyertünk pályázaton, aminek egy része az ilyen épületjárda fejlesztés, a másik része pedig az, hogy 2 fokos pályázatban is részt vettünk, ami összegből, a Sopron-Németi önkormányzatra eső összeg még egy 50 millió forint, tehát 50 millió forint körülbelül, ami fejlesztésre ment, a másik 50 millió forint az különböző közösségi rendezvényekre, képzésekre fordítódott, meg még a jövőbe fordítódik a nagyobb része, hisz a munka dandárja és a képzések dandárja, a rendezvények sokasága ezután lesz belőle megtartva. Konkrétumokról, tehát abból az 50 millióból, amit fejlesztésre tudtak vagy tudnak elkölteni, mi az, ami megvalósult eddig ebben a 3,5-4 évben? Hát volt benne járdafelújítás, volt benne ilyen kisebb épületfelújítás, akkor voltak benne emlékmű, 56-os emlékmű, akkor a község egyik kiemelkedő alakjának, Tóth Antalnak is állítottunk emlékművet belőle, akkor ide a polgármesteri hivatal kultúr tetejére is napelemeket raktunk, akkor új könyvtárhelyiséget alakítottunk ki, új butorzattal, csak hogy néhányat említsek. Ön említette a rendezvényeket, ez most kimondottan a falunak szóló rendezvényekre tudják ezt a másik 50 millió forint körül összeget elkölteni, vagy a már a térséget is érintő különböző programokra? Ez az 50 millió a két pályázatból, ami ránk esik, ez kimondottan Sopron-Németire vonatkozik, ez a két pályázatból ránk eső rész. És itt például mi az, ami megvalósult, vagy ami még fog, amire szeretném felhívni a figyelmet? Hát minden hónapban végül is mi úgy nevezzük, hogy a kis EFOP meg nagy EFOP, mert az egyik ugye kevesebb összegről szól, a másik nagyobbról. A kisebbik pályázat keretében ott végül is már lassan még négy előadás lesz, képzés előadás. Ezekből nálunk Sopron-Németiben havonta 2-2 valósul meg kétféle témakörbe. Kiknek szól ez az előadás? Hát végül is mondhatni, hogy mindenkinek, de egyébként ebbe a pályázatba ki van kötve az, hogy a 70%-ának legalább hátrányos helyzetűnek kell lenni, ami azt jelenti, hogy tudom én, alacsony iskolai végzettségű, akkor a gyermekét egyedül nevelő 50 év feletti, tehát ilyeneknek kell megfelelni. Csak az előadások segítik őt akár az érintettet a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, vagy az életvitelét hogy kell kialakítani? Mi az, amiben segít neki? Milyen információkat adnak ezek az előadások? Hát ebbe egyrészt igen, a másik meg az egészséges életmóddal kapcsolatos, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó, akik részt vesznek rajta, nagyon jó előadásokat hallhattak. Akkor a júliusban 20 fő részt vehetett Hévízen egy 5 napos táborba, amit mindent a pályázat keretéből valósult meg, tehát az ott lévőknek egyetlen forintjába nem került. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog volt, mert ezáltal sok olyan családember juthatott el oda, aki egyébként nem biztos, hogy ezt megtehette volna. Most jelenleg hányan élnek itt a településen? Hát nem vagyok napra kész, annyit tudok, hogy január 1-én 317-en voltunk. Ha így a mozgásokat, ha figyelembe vesszük, akkor szerintem nagyjából most is ennyien lehetünk. Ugye, ha már megkérdezte, akkor te szeretném mondani, hogy
egy jó 10 évvel ezelőtt volt a mélypontja Sopron németinek a lakosságszámból, amikor 262-re lecsökkent a lakosságszámunk. Tavalyi évben 319-en voltunk januárisai, most 317-en, ami nem azt jelenti, hogy kevesebben lettünk, hanem ugye minden településen vannak olyanok, akik nem jelentkeznek ki egyszerre, hanem kicsit később. Ez én azt gondolom, hogy annak köszönhető. És egyébként az előbb, hogy mi valósult meg mi nem, abból kimaradt, mert ugye nem csak pályáti pénzből valósítunk meg fejlesztéseket, meg én azt gondolom, hogy sok esetben még majdnem fontosabb, mint a fejlesztés, mert 15-16-as évben az önkormányzat nem kevesebb, mint 7 darab üresen álló lakást vásárolt meg, amit egy részét felújítottunk, volt amelyiket nem úgy adtuk tovább, tehát eladtuk egy részét meg bérbe adjuk. Ennek is köszönhető az, hogy a lakosság számunk az ugyan most csalóka, mert mondhatnánk, hogy 2-vel csökkent a bajhoz viszonyítva, de én azt gondolom, hogy hát összességében a stabil itt élők száma az nem csökkenik, hanem inkább talán majd emelkedik. Ugye nagyon fontos, hogy a fiatalok a településen maradjanak. Most éppen úgy tudom, hogy a Magyar Falu Program is támogatja azt, hogy a kis települések élhetővé váljanak, infrastruktúrát tudnak fejleszteni, akár kiterjesztik a csokot, és ezáltal a használt lakásokat tudnak a fiatalok megvenni, felújítani. Van igény itt Sopron németibe erre? Igen, igény az van. Sajnos eladó lakás az már kevesebb, mert amikor 15-16-ban mi elkezdtük ezt, hogy az önkormányzat felvásárolta az üresen álló házakat, akkor ezt azért tettük, mert nem 7, hanem lehet, hogy 17 üresen álló ház is volt, és tehát nem akartuk, hogy ez így legyen, szerettünk volna rajta változtatni és segítséget adni. Végül is akik megvették, azok se egy összegbe, nem mindenki egy összegbe kellett megfizetni, hanem az önkormányzat adott segítséget, hogy részletekbe tudják törleszteni a házat, a házak árát. Ezáltal lehetővé vált az, hogy ide költözzenek, és ez a lakásvásárlási kedv egyébként nem csak az önkormányzatra vonatkozik, hanem a egyébként is ez németiben most lehet, hogy a környező településekre is igaz, de németiben nagyon szívesen jönnek vásárolni. Hát vannak olyan házak, amik még szinte nem is hirdetik őket, de már elkelnek, mert a tulajdonos nyakára odajárnak, hogy szeretnék megvenni, és hát van, aki azt mondja, hogy jó, akkor nem akartam ugyan még, de akkor eladjuk. Közel van az M86-os, jól meg lehet közelíteni a nagyobb településeket Sopron németiből. Ennek is köszönhető mindez? Hát biztos, hogy ez is jó hatással van rá. Egyébként nekünk is, meg hát ezt az itt élő emberek, meg a környéken élő emberek is, szerintem mindenki úgy nyugtázza, hogy ez nagyon jó, meg fontos dolog volt ez az M86-osnak a megépítése. Ön már több mint 2 évtizede irányítja a települést. Van-e, ami még megoldandó feladat? Hiszen azért utak, járdák, közintézmények, ezek mindig adnak munkát a polgármesternek, de van, aki már végigjutott ezen. Tehát portalanítottak az utak, rendben vannak, felújítva vannak, az intézményeket is felújították. Tehát itt Sopron németében van még, amit még kellene itt a jövőben megoldani? Mindig van. Még nagyon sok minden van, mégis nekem is van még sok tervem. Most végül is nagyon reméljük, hogy hamarosan a léder pályátokról is hallhatunk majd döntést, tehát meghozzák a döntéseket. Ennek keretében is több ilyen kisebb kis fejlesztés valósulhat meg, reméljük. Hát ugye nekünk már volt egyszer több mint 10 évvel ezelőtt egy piactér kialakításunk, most lehetőség válik arra, hogy fedett piacteret alakítsunk ki, amennyibe támogatást nyerünk. Aztán akkor itt a faluközpontban, amiben a könyvtár helyiség ki lett alakítva, tehát egy ilyen közösségi háznak mondhatnám, annak a külseje kerül felújításra, aztán gépvásárlás, tehát
rendezvényre is van bent, úgyhogy több ilyen dolog van, de amire még nem nyertünk, de egyébként ez mindenféleképpen megvalósítható. Per pillanat én azt mondom, hogy a kettő legfontosabb dolog ezeken kívül a Hunyadi utca, Hunyadi utcának a felújítása, ami végül is ugye ide kamionokat beengedtek, most már sokat teszünk érte, hogy ez ne lehessen, de hát pont ez a szakasz a Hunyadi utcának, a Hunyadi utca az gyönge alapzattal működik, vagy van elkészítve, úgyhogy ezt ezek a nagy kamionok, ezek tönkretették, ha egy-két éven belül ezt nem tudjuk felújítani, akkor most, ahogy ha valaki közelebbről megnézi, akkor még azt is mondhatnám, hogy járhatatlan lesz. Hát a másik, ami meg hát a falu szempontjából, a sport és ilyen kulturális szempontból lenne fontos, már tervezés alatt áll kint a sportpályán, ahol a kenőkötőhöz pihenőhely is van. Egyébként ott is például a léderpályán, az előbb kifelejtettem, egy kis játszótér is lesz kialakítva, hogy a kisebb gyerekek, akikkel oda jönnek, azok is tudjanak játszani, és a szülők könnyebben tudnak ott rájuk vigyázni, vagy könnyebben tudnak mellettük szórakozni. De tehát abból a részből szeretnénk, ha egy ilyen komolyabb sport és szabadít vagy kulturális központ a mostani öltözőhelyiséget el kell bontani egyébként mindenképp, mert rossz állapotban is van. Nem olyan régen meg még a csöveket is kiszedték belőle, úgyhogy felújítása értelmetlen lenne, úgyhogy azt mindenféleképpen egy-két évben belül el kellene bontani, és egy újat építeni, egy olyat, ami már mai kor követelményeinek megfelel, és egy szabadtéri színpaddal kiegészítve, ami azt eredményezné, hogy nem kell mindig mobil színpadot, meg stb. Itt építeni, hanem az ott lenne, öltözők hozzá, zuhanyzók, WC-k, úgyhogy szerintem a tervező ugyanaz lesz egyébként, aki a kenőkikötőhöz pihenőhelyet is tervezte, úgyhogy én azt gondolom, hogy az is sokat tetszését elnyerte, reméljük, hogy majd ez is. Köszönöm, polgármester úr!